Mindarról már értesülhettetek, a kedden tartott VASZ ülésen, elnökség ülésen szó esett hangsúlyosan a korkedvezmény és nyugdíjaztatás megszüntetésének terveiről, nem a mi terveinkről, hanem a kormány terveiről. Mi szerint is ezért december 31-ét lezártával lezárulna a korkedvezményes nyugdíjaztatás lehetősége is mindazoknál, akiknél még nincsen korkedvezménye jogosultsági idő. Akinél megvan, azok tovább vihetik, és elvédik a nyugdíjkorhatárt, békében és egészségben, akkor élhetnek is vele. Viszont akik ilyen munkakörbe dolgoznak, és meg nem szereztek rá igényjogosultságot, vagy fognak dolgozni, azok várhatóan jövőben erre már nem számíthatnak. Szakszervezetünk úgy véli, továbbra is úgy véli, változott az álláspontunk értelemszerűen, hogy ez a megoldás méltánytalan, azokra nézve, akik egyfelől okkal számítottak rá, másfelől indokolt is, mivel olyan munkakörbe dolgoznak, hogy meglehetősen nagy egészségkockázati tényezőnek vannak kitéve, és a munkaképességük rohamosan csökken, általában nyilván vannak kivételek, a kor előrehaladtával. Tehát a korkedvezményes nyugdíjaztatástól való megfosztásuk bizony két dolgot eredményezhet, egyfelől, hogy időadott munkaképtelenné válnak, a másik az, hogy ezen munkakörben való foglalkoztatás kevésbé szimpatikus a pályaválasztók számára. Épp ezért a VASZ is támogatta a Ligának azt a felhívását, amely 2014. november 21-én 3 órakor egy tüntetés formájában öltene testet a Alkotmány utcában, illetve a Kossuth téren, és a tüntetésen résztvevők szeretnék azt elérni, hogy a kormány álljon el attól a szándékától, amiről az előbb beszéltem. A Liga is természetesen a VASZ azt szeretné, hogyha tárgyalások útján végre valahára ez a évek óta neuralgikus kérdés rendeződne, ezért arra hívja fel a kormányzatot, hogy módosítsa elképzelését oly módon, hogy hosszabbítsa meg legalább 2 évvel a korkedvezményes nyugdíjaztatásra vonatkozó jogszabálynak a hatáját, és ezen idő alatt a tárgyalófelek hanem hozzanak létre egy konszenzuson alapuló módosított jogszabályt, amely hosszú időre ezt a vitát lezárja. A vitát és az ebből adódó félelmeket, miszerint is, hogy valaki elvesztheti az eredeti jogosultságát. A tüntetése való részvétel mindazoknak érdeke, akik a korkedvezményes nyugdíjaztatással a jövőben érintettek, tehát elveszhetik az eredeti jogosultságot, többieknek pedig azt már nem egyszer mondtuk, ugyancsak érdeke, hiszen ha nem látszódik a társadalmi szolidaritás a munkavállalók között, akkor bizony akár a munkáltató, akár a kormányzat sokkal inkább azt teszi, amit éppen gondol, mindenfajta kontroll nélkül. Úgy vélem, hogy ez nem helyes álláspont, és ennek csak egy megoldása van, illetve nem csak egy, de ez mindenképpen része a megoldásnak, hogy egy ilyen a munkavállalókat igen-igen hátrányosan érintő intézkedés ellen minél nagyobb számban tiltakoznak. Amely mi történik, ha azt látja a döntéshozó, hogy csak lézengeni fognak az ellen tiltakozók, azt mondják, hogy hát egy pár embert érint, mit törődünk vele. Ezt mindenki fontolja meg, és ennek függvényében döntsön a pénteki részvételről. És még valami. A tüntetésen való részvétel, a tiltakozáson való részvétel azok számára is fontos, akik évek óta okkal számítanak arra, hogy bekerülnek a jogosultak körébe. Gondolok itt kocsivizsgálókra, pályamunkásokra, tehát mindazon munkakörbe tevékenykedőkre, akik ki vannak téve a természet kedvetlen hatásainak, nehéz vagy közepes fizikai munkát végeznek, hosszantartva rendszeresen, műszakoznak, éjszakáznak, sorolhatnak. Nekik is elmegy egyébként ez a jogosultság, hiszen a egészségügyi felmérések, és sajnos az élet is igazolja, hogy akik
rendszertelen életmódot folytatva végzik a munkájukat, nehéz munkafeltételeket biztosító körülmények között, azoknál bizony az egészségi problémák gyakrabban jelentkeznek, korábban az életmód miatt számos olyan betegséggel, teherrel kell élniük, amit egyébként más ember nem kell, hogy átéljen, nem feltétlenül kell, hogy átéljen. Tehát időbe kell őket kivonni, még akkor, amikor még nem késő, kivonni az ilyen, úgy tetszik, kezdődne hatások alól. Tehát én nem azt állítom, hogy a jelenlegi szabályozás jó. Épp azért kell a Liga a hozzátartozó szakszervezetek nevében, hogy a kormány az érdekképviseletekkel egyetemben üljön tárgyalóasztalhoz, és az elkövetkező időben, lehetőleg minél előbb, végre valahára a kor igényeihez igazított, fogadható és a funkcióját ellátó szabályrendszer dolgozzon ki a korkezelő és nyugdíjasztatás további alkalmazására.